Jó ég. Altatnak. Ringet a fűteli füstölte, a házat pedig szándékosan ültem be az ablakba. Mit tettem le az asztalra? Festettem a falra, teli fújtam az éjjel a gengel az aszfaltot. Sok képen krum festéke absztraktba. Bátyám, lesz még kes. Régi ruhában a turcigivel, a tesóval a streeten az estébe. Megállunk pacekba egy képre, de két képet. Szívja a csikkat a csánki gyerek, de bevérzik az orra, nem tudja a mértéket. Más lehet az értékrend, itt átbasznak. Írnak az este, hogy üssünk össze, de megláttam, oda mentem. Azt játssza az ártatlan. A szemem, a szívem az páratlan. Nem bűnöztem, mégis van rólam a jarnál párakta. És sokszor megpróbáltak baszakodni, de mindig rábasztak, mert egyszer sem hittem a szinteni rendszerben. El kellett mennem és elmentem, baszd meg. De úgy hiszem, ez így volt szép. Ez így volt. Yeah. Kerülünk majd mi a bajba, jönnek a lányok és baszni akarnak. Basszanak is baszták eleget, a brigád fele vágom, hogy partiba rakta. Szakad a reptől a hatni alattam, nem keres a maffia rajtam semmit. Sok beszokatáson átmentünk, kibebaszottunk, megértemlünk ennyit. Velem a hitel a vész, velem a siker a pénz. Valamit valamiért, vigyázzál ide ha mész, nem tudod milyen a rész. Elveszük a gazdagtól a cikpit, odaadjuk az elesetnek, mert mindig mi kaptuk a kevesebbet, de megcsinálom most a lehetetlent. Yeah, yeah, én vagyok a lehetetlen, a hang, ami beszél a fejetekben is egy jó ideig, nem is fejezem be. Én vagyok a bűn, a kóla az orba, a liszta kenyeredbe. Én vagyok a fintora felesekbe, én vagyok orvosa itt az elesetnek. És közben észre se vettem, hogy ugyanazt a napot élem folyamat újra. Vetévet hozzá pár váratlan vendég, a hibáimból meg hova tanuljak. Évekkel ezelőtt ígértem magamnak, rendbe hozom majd az életemet, de csak egyre lejjebb mentem, engem nem kell félteni, elvisz a képzeletem. She fucks with the ops, no farlet. Lenny Hall, that they do parrot. Putain, those are the minister on it. They want me on the wing like Morris. But I'm still in the field like Suarez. In a 4x4 Mesnatus. Could we get money regardless? They chit-chat shit, but my ops still love me. We hit back quick so they can't stay comfy. 3-2-1, when I back this pumpy. Sound of the speaker, the whole block jumpy. Hold tight, cause the ride's too bumpy. I big bro crashed his car if you love me. I said, yo, who's that man in the past? He close the distance, then a man gets splashy. Stop fidgeting, cause it might go bang. They run with it, see the 4-4 in my hands. Bang, Sam's on the way, don't use his hands. She shakes it well, she ain't making martini. She a porn star, wants it hard and freaky. Don't play games, cause the game's too easy. Don't tease me, just please me. We go round and round like karma. Let's see which hop's gonna run faster. We don't sing like them like a pasta. Do a drill, burn gum straight after. They don't chill no more by the costa. Out here 247, I'm a grafter. Shave these ups like a barber. Surely you're gonna need more than a plaster. Baka my son is addicted. Catch kilo itty, catch his sick. Sweep up the ups like piss lick. We slide to the nids to the chif lick. North London, busy biliyor herkes. Turnpike lane, busy merkez. Get back gang, biz geliriz çok test. Tell bro, slap on my song, play his on test. They run when they hear that the ting goes bang. Scoot-a-doot-a-doot-a-bang. Do my ones, I'll do with gang. Jump out cars or jump out bands. They run when they hear that the ting goes bang. Scoot-a-doot-a-doot-a-bang. Do my ones, I'll do with gang. Jump out cars or jump out bands.
shit, it's peak when I hop out. Splash a G and I duck out. Man, I get it done, I don't call out. And I smoke my weed till I pass out. Got a lot of boxes, don't run out. Call the number and find out. If they want beef, I just turn around. Drive a shoot and I fly out. Chill with Tony, no tuk-tuk. Weed, coco, still around for the popo. Lost my stand in the moto. Feel like winning a lotto. Crazy bitch, yeah, she loco. Man be sweet, sicur choco. Feds ain't getting a photo. Pussy. It's that heat and shit, you know. We run when they hear that the thing goes bang. Scoo-doo-doo-doo-doo-bang. Do my ones, I'll do with gang. Jump up. Na sziasztok, hello, 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 remélem jó a mikrofon, remélem jó minden. Ugye tudjátok, tegnap Medi megsérült, gerinc problémái lettek, meg most már lassan szomjan is halk. De munkába kell állni, mert hát munkába kell állni. Na, indulandusz befele. Legnagyobb szakadó esőbe jöttem el amúgy a legszebb ruhámba. Mielőtt valaki kérdezi, azért nincs kamera, mert ma nincs. Nem sminkeltem, és ázott vagyok. Jó napot, kollégák! Halljó! Úristen! Fia! Úristen! Kinek te egy távoltartásit? Még nem jártam arra. Most mi a Eko? Hogy vagy? Hát figyelj, jól vagyok. Halljátok, nettem, várjam, akkor nem tudok erre fordulni, na. Így jó lesz. Szóval, találtam egy dokit, kim van Hongkongba, úgy hívják, hogy Dr. Cheng. Hozzá el fogok majd repülni, és utána meg elmegyek Tibetbe egy Fyodor nevű szerzeteshez, és ő elviekben meg megáldja a lábaimat, és újra fogok tudni járni normálisan, meg minden. Szia! Majd megtennétek, hogy... igazat is van, hogy a hanyatló nyugati orvoslást kerülöd. De alapjáraton meg gondoltam, megnézzük, milyenek ezek a külföldi orvosok. Aztán lehet, semmit nem segítenek, és csak lenyúlják a pénzemet. Na mindegy. Azt majd megtennétek, hogy majd így kicsit később, majd nyugalmi állapotban, ha nincsenek esetek, akkor elvisztek a reptérre. Persze. Köszönöm szépen. Hát most nem kell, még nem repülök, még nem szól a jegyem. Jó, hogy álljak ott persze. Az esőbe a izébe. Nekem nem úgy beszél a jegyed, mert én sem tudtam, baszki. Hát nekem beszélgetős jegyeim vannak. Az igen. Várjatok, felveszem a Szolit egy pillanat, csak valahogy bepróbálok ide irányba rakni magam. De vigyázz, szerintem ne állj elém, mert akkor utána te is... Akkor ne is, mert eltöröd a lábom. Csak a lábujjad. Mondj, nem tudod, már a célbetétesben vagyok. Ó, ez egy jó buli lesz az ajtón. Várjál! Várjál, baszki! Nyitod az ajtót? Persze, gyere. Jó! Ja, vigyázz! Mondtam, hogy vigyázz! Ez nagyon jó érzés volt. A mindenség. Na. Te otthonról gurultál, Medi? Amúgy igen. Az szép, látom, élvezet. Hát mondjuk mondta, hogy amúgy jó. Hát figyeld. A múltkori box óta. Félkorról lökti ezt a szart az érdekeslet. Most bent fog elesni. Figyelj. De ne csapd rám az ajtóba! Időt kérek, jó napot! Kik? Időt? Na, ki engedtelek? Na, most menjél! Most gyere utána! Nem, hanem... hogy... Bocsánat! Ez a következő ajtó! Jó, még vagyok! Jövök, vigyázz! Kérsz egy fájdalom csillapítót? Szeretnél? Nem? Vagy jaj, te kijöttél? Istenem. Nem, ez így jó. Ez itt most nem is hol vagyok. Megmondom, hogy szerszintén. Várjátok gyorsan, itt még elrendezem a lapomat. Én tartom a külső ajtót. Jó, várjátok, meg is kell ám forduljak. Jaj! Megvan! Mindjárt felborul.
Rock'n'rollert kapott még, soha többet busszal nem járni. Vigyázz, vigyázz! De a rock'n'rollert nagyon drága, nem kapni a mi utcánkba, oh! Vigyázz! Gyere, most éljövök! Várj, várj, irányba rakom! Gyere! Gyere, hopp! De rábcsó! Azaz! Jó! Oké, mehetek! Na ez a Timber, gyerekek! Vigyázz! Várjál, megtolom! Toljál! Nyomjad! Nyom! Kerülk! Azaz, hú, úgy! Hú, baszki! Köszönöm! Easy! Megint! De most nem én tehetek róla! Baszki. Most az ajtó hibája! Visszaadjam a sokkoló? Visszaadom akkor. Nem kell. Már lassan nekem kell sokkoló. Kukó? Kukó, hát már odaadtad rádi. Szép napot, kollégák! Tök jó, itt állunk egymás mellett, elég. Aztán itt köszönjük. Igen. Nem baj. Jó az. Mizu van Reina. Szurcsérülést láttam el. Nincs semmi. A babócával Mizu. Növeged? A babó utca. Uh-huh. Akkor jó az a lényeg. Ah, írt a trombitás. Júj! Mit írt? Jó, ezt így olvasom, ahogy le van írva. Mert írtam neki, hogy a kocsi kulcsa vagyad vissza. Aztán írta, hogy te pedig Y-nal a szívem felkiáltója 444. Tobias? Igen. Jó. Kéne neki írni egy olyan üzenetet, hogy ezen a számon felhasználható nem kapcsolatok, kérni, próbálja meg hívását később. Nem, hogy ezen a számon előfizető nem kapcsolható, kérni kellene egész a beég telefonszámot és próbálja újra. Hogy el kéne játszani egy trombitással. Írja neki az üzenetet, nem sikerült kézbesíteni, ha fiatán található. Fel kéne hívni a trompitást azzal, és mondani angolod, hogy ez a megerősítő telefonhívás a 16.863 eurós görkorsi asszettről. Tényleg lehet a gyereket írni, igen. Jó, azt írtam neki. Jó trompitást. Vagy igen. Szóval azt írtam neki, hogy ezen a számon előfizető nem kapcsolható. Az üzenetet nem sikerült kézbesíteni. Kérjük, próbálja újra. Valaki tudja, hol lehet görkorit venni egyébként? Egy sima boltba. Aha, már lehet venni. Sima. Milyen sima boltba? Ó, az amúgy menne. Sima boltok. Itt, ami van közel hozzánk benzinkot, ott lehet? Hát, hogy ott lehet. Lehet fixen. Tudod, ott az autókereskedés alatt, ott a belvárosi boltba biztos lehet, ott meg én is ott vettem. Hát, na te is francia vagy. Autókereskedés. 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 Vagy lehet. Meg ott árul a hárgásszéket is, meg egy csomó mindent. Elmertek venni egy izét? Vagy valaki menjünk, eldob? Menjünk, eldob? Hogy megnézzük? Én eldobnálak, ha föl tudsz pattani ide hátuljára. De szerintem az nem kompatibilis. Ide beállok erre az izére. Föl fogunk borulni, kész. Próbálj, úgy. Várjál, lassan megyünk. De menj a rép, menj! Várjál! Hát a rosszítja mentek. Mehetünk. PC me rolling, can't go rolling. Mehetünk akkor esetet ellátni. Hát szerintem én még itt maradok a kórházba akkor esetellátásra. Pont oda, ahol lakasz. Pont ott van az eset. Lehet ő is görkorit akart venni, azt nem adta ki. Eset, nem is kapta értesítést. Szia, Matyi! Hú, itt azért gurulgatnak, azt hittem bejönnek. De akkor nem meggondolták magukat. Na igen. Mi a helyzet Maverickkel?
Á, tegnap meg volt a randi, hát egy tolószék bánta, de hát levitt a partra, tudod. Uh-huh. És akkor ilyen tök romcsi volt, minden, meg hasonlók. Aztán utána végül is ápolt, miután a tolószékem az, hát mondjuk úgy, hogy a segítő, merevítő részen próbáltam fölmenni, aztán visszagurultam, aztán azzal a lendülettel a vízbe, így valahol ott a vízbe megtaláljátok. Szerencsére tudtunk rendelni újat, szóval nópora. Erre már jobban vigyázok, mint bármire az életben. De amúgy nagyon-nagyon aranyos volt, meg kedves, meg kocsikáztunk, meg minden, meg adott puszit. Johnny, köszönöm szépen a rédedet, tündér vagy. Jégtem egy ilyen automatikus szeveget, hogy... Iszok közben, iszok, csak nem megkeltem. 154.180 eurós rendelés a Mutyi Shop-tól, megerősítésre vágj bele, meghallgatjátok, ezt ne kéne mondani Gombitásnak. Amúgy tényleg, lehet, hogy kártérítést kéne kérjek tőle, vagy valami. Ezt nem lehet? De lehet. Figyeljétek. Na. Hívj fel, Trombitás, mondd majd neki. Hát de most nem fizethető, vagy nem vagyok előfizető kapcsoló, tudod? Bassza meg, kitöröltem, faszom. Ne. Újraírom. RFK-s is van. Megvan. Oda elmegyek veletek, ha úgy van. Ezt figyeljétek. És this akkor is a confirmation így... call from Mutyi Shop to inform you that your 154,780 euros order is delivering tomorrow and the cost is being removed from your account. Say yes if you are confirming the order. Beírom magunkat. Csak egy pillanat itt a tolószékkel szenvedek. De milyen? Beolvasod Trombitásnak? Olyan hamedi beszállt, mert nem látok. Jaj, hoppá. Most nem rak? Elrak volt. Figyelj, hogy rakom már el ezt a rohadt széket? Összecsukni? Felveszed. Felvesz. Simán a tolószéket. Köszönöm szépen. Jó, ide bepitettem. Behúztam magam ide hátra. Írom. Megvan? Meddig kapaszkodj, meg közben magad, mert nem tudok vezetni. De vezessek én? Akkor meghalunk. De hogyha... Na! Én nem doki vagyok, jó? Na jó! Nem doki vagyok. Én nem lovi vagyok. Na. Halálos iram van. Dehogy is, hát... Szia, Mercikém! Lovi, rám ragadt az átkod. Vezetés? Most már Rajnáig is azt hiszik, hogy én nem tudok vezetni. Tudod, rendesen. Na jó. Én mondtam, hogy nem tudok. Nem tudok azon. Rajna! Rajna! Kivéttünk egy ananást. Mini pálma volt. Baby pálma bánta az utat. Azt a mindenséget, ez szerintem Alexék ezek, már csak az autó, az ott Alex. Jó, figyelj, innen kihátrálok. Várjál, kiveszem neked, kinyitom. Kinyitom szépen itt a hátsajtot, azt a kertet, és ide kirakom szépen a széket neked égni. Á, köszönöm karomba szépen. Karomba is beteszem égni. Tényleg, és amúgy van kis lakatod is hozzá? Van, persze. Beszarok, tisztelet. Jó napot kívánok, legnagyobb tisztelet. Tiszteletem. Mi történt benne? Hát ezt nem akarja tudni. Trombitás úr rám dobott egy autót, aztán az egész hátam, meg mindenem szétment. Meg eltörte a karomat. Jézusom. Trombitásnál elmentek otthonról, mert most az egyik kollégánkat is túlszúra hitette. Szia Cigi! Hello! Tegnap már feljelentettem. Ma mindenki feljelentette amúgy. Hát amúgy igen. Meg lesznek itt? Mert mennünk kéne tovább, mert... Persze, megleszünk. Oké. Okay. Megpróbálok akkor itt kijönni közben, és akkor... Jaj, Istenem, óvatosan itt az úriembert ellátni. Hánységot, hogy kettő van? Itt a harmadik is, gyerekek. Három. Az jó.
Várjál, én egy picit megfogom itt a lábujját az enyémnek. Most a 33-as. Igen. Ti is fogjátok meg, mert... Jó, felveszem, felrakom rá a pulse oximétert. Jó, hát akkor pillanat, kicsit elmozdítom. Csak egy kicsit a karját. Rakjátok stabilba őket. Igen, igen. Jó. Okay. Jó, szuper. Itt neki komoly felsérülése van, gyerekek. Nem kérdeztük a rendőröket, hogy mi volt itt? Mindegyiknek felsérülése van. Esetekben 0 negatívos vért. Nézzétek, hogy nincs eset a kártya, hogy nem kaphatnak vért. Kicsoda ez, aki nem kaphat vért. Nem, csak hogy nézzék meg, hogy nincs a kártyája. De kinek? Itt 3 felsérült van, lövöldözés volt. Jó, akkor elkezdtem körbe. Igen, a Hunyadin nem kaphat, úgyhogy neki nézzétek. De szerintem nincs itt rendőr, azt hiszem, hogy civilek. Maszkok vannak. Csak amúgy az F-ban kertő. Közben itt akkor... Megkötöttem a 0 negatívos fér. Jó. Kezdjétek el ti is majd a mákas kompressziót. Kicsit segítsünk nekik, mert pulzus nem éreztem nála. Nem tudom, ti nektek van-e? És semmit nem érzek nála, szó szerint. Akkor szúrj egy adrenalint a szívébe, aztán... Jó, rendben, akkor egy adrenalint így fogok előveszek a táskába. Ja, Istenem, a lábam közben, és így bele is szúrom akkor a... Már igyekszem, mákasába, hát a javul a helyzet, hát nem. Próbáld meg defivel, esetleg. Jó, hát akkor azt... Akkor elmegyek a kocsiig, jaj. A táskádban van, hordozható. A táskában? Jó, persze, azt hittem a kocsiba is van. Akkor visszamászok! Rendben, akkor felhelyezem neki ide a karjaira, illetve a mellkasára is a... Hát akkor sorra fog ide jönni. Reina, állj azért hátrább, jó? És akkor 3-ra, 1, 2, 3... Jó, nem reagál rá, még egyet, 1, 2, 3... Hát nem biztos, hogy kiért. Erre se reagál. Hát... Szeretnénk még egy rohamentőt kérni. Nagyon sajnálom Fabula az urat. Hát nem hiszem, mert Fabula sose fogja intézni. Jaj, rossz munkaerő. Szia, Marci! Szia! Vepe vagy vép? Nem hol? Tudom, nem látok. Esküsz, meg kéne menni optikában, nem látok. Szia, lakatos. Itt fut el. Huamigel. Itt mi történt? Na, várjunk, akkor szépen tollak itt előre fele. Köszönöm szépen. Tollak oda, betollak, hogy nem kell hajtanod. Oké, szépen. Szépen kiveszlek szépen, és beültetlek az autóba, és a kocsidat is utána teszem majd. Már esett van. Beraklak szépen. Köszi szépen. Becsukom mindkettőt. Vigyázz magadra, meddig közsd be magad. Hello! Hello! Nem! Ne üssetek el! Nem hiszem el! Szegessetek engem annyira, hogy nem üttök el! Na, te is kapod a tolószéket. Nem ja. Csuktad be hátul az ajtót, mindegy szellőzünk hátul. Nem. Volt már például, hogy majdnem tolószékbe kerültem amúgy az OMS-es munkásságam alatt. Na, hát egyszer 120-szal frontális ütköztem egy, és én voltam motorra. Kedves cigi, barátom. És velém jöttek telérőből. Úgyhogy igen. Hozzon, van-e szöges rót, figyeljetek. Nézem, hát én a hátulról nem látok semmit, de azért figyelek. Hátrafele nincs, annyit tudunk. Hát hátrafele fix szabad. De várjunk, meddig hozlak ki. Jó. Na, kiveszem először a széket, ma az van belőle, utána szépen karomba veszlek, és szépen beleültetlek a székbe. Ügyni. Itt van, megy a tolószékkel. A Rocky mentő. Én is itt szoktam jönni, ja, ne. Feli amúgy. Vigyázz, nehogy itt elém kerül. Szép napot, szép napot. Szeretem. Jó napot. Szép napot kívánok. Mi történt? Mi történt önnel? Egy kedves úriember rám hajtott egy autót konkrétan, aztán megsérült a... Igen. 2 tonnás autót magára dobtak. Jobbulást kívánok! Köszönöm szépen! Menjen, hölgyem!
Elköszönöm. Nem szeretnék senkit itt elütni, azért vigyázzanak a lábukra. Á, már ránk lőttek, úgyhogy már gyerünk. Kell stabilizálni a kollégát, minnyamra be kéne innen vinni. Hát valószínűleg kórházba kell vinni, meg háromszor meglőtték, szóval az mindenképpen kórházba. Ja, jó. Helyezek szépen a nyomokat és itt a... Oké, Melkosan 2, helyig egyezze még egy kezébe. Én, ok, és... Elég erősen vér. Én, ok. Ok, és a végzés se lehet, nyomokat és segítsük el vele. Ok, és... Felrakni egy újabb kötést. Még jó, hogy én vagyok az ilyen kis... Átszivágok, úgyhogy... És ilyen cipelője a táskában, minden elég a táskában. Kétek felkeint az úrnak. Kávorra, de hozni a torabba. Mi a helyzet a bomb? És akkor utána meg, és akkor menjünk csicsimbe a menti autóba. Segítek én. Várjatok, menjetek nyugodtan. Kísérem a balrúra. Jó, hátrahajtom a fején. Oké, a feldő nem nyom. Jó, Marko levegységig. Megkísérem a balrúra? Ja. Jó. Medi, megakjalak téged is? Gyere, segítek beszállni. Segítesz beszállni Medinek? Jó, rendben, szóval. Persze, persze, szállj be, főnök szóval. Jó. Jó, addig tám... Jó, csak szépen kinyitanak az ajtót, be emellett. Legalább figyelem itt az urat. Ódni. Átcsukom az ajtót. Jó, tószékedet is beraktam. Köszönöm szépen. Ha átszivárog a nyomókat és akkor ki tudod cserélni? Jó, persze, persze. Figyelem folyamatosan. Jó. Meg kell venni Gajnáikat. Rohanmentőt hívtunk neki. Ő már rohanmentős. Hát igen, sajnos. Nem. De amúgy tőtt rohanmentős alá játsszuk ezt a izét, ezt a telefonhívás eset? Esküszöm kéne. Tényleg biztos, hogy most magunknál benn van trombitás? Nem tudok róla nyilatni, sajnálom. Meg nem is szabad. Nem is szabad, neked csak egy rendben, itt közben akkor cserélnék egy nyomókötés. Ez egy picit fájni fog. Ha nagyon vérzik, akkor... Tessék akkor vérzik. Nézni rám, vagy esetleg itt a mentőautó belsejét, hát ha talál valami szép ha nagyon intenzíven vérzik, akkor egy egzacilt azt adhatsz. Jó, rendben. Akkor inkább adok neki egy egzacilt is közben, hogy biztos, hogy biztos. Igen. Jó, rendben, akkor az elősegíti majd a műtőben is. Kitapintam a vénáját az úrnak. Jó, lüktet is szép, nagy. Ez viszont aztán fájni fog. Mert ugye műteni kell majd, ugye? Akkor igen, viszont, igen, akkor viszont branülösen rakom be neki, és akkor nektek már nem kell. Igen, nem kell, akkor már ezzel szenvedjetek. Jó, akkor háromra fogjuk majd szépen beszúrni. Lefertőtlenítem előtte. Egy, kettő, három. Ódni erős emberen. És akkor itt benne is. Hoppá, lövés volt, lövés volt. Föntről lőnek. Föntről lőnek a hídról. Elindultunk. Hoppá. Induljon. Mennyi. Jézusom. Reynaikat szerintem ellőtték. Úristen. Uram, ne mozogjon. Mindegy. Ne mozogjon. A muszáj lesz. Fent voltak a hídon. A hídon voltak. Jó, nem, még jól vannak a Reynaik, úgy látom, megvannak. Reyna, megvagytok? Tanka? Jó, rendben, adé. Akkor lehet... Reynát és a Novit meglőtték. Hozzánk nem fér be több sajnos. Náluk van kocsi, úgyhogy legalább ott látom, egy valaki tudja majd vezetni is. Jó. Kérlek, tudjunk vissza a rendőrrel, vagy zárjunk meg titeket? Közben akkor leragasztom itt a Brannőrnek a helyét. Na, igen, mi vagyunk, mi ülünk benne. Van még egy mentő autó. Írjál a rendőrségnek, hogy küldjenek még ide egységet, mert itt egy rendőrt is lelőttem. Ott van már. Jó, és akkor még fölkötnék neki egy kis infúziót, és egy kis fájdalomcsillapítót még pluszba, biztos, ami biztos. És akkor cserélek még egy kötést, biztos, ami biztos alapon. Ódni. Túléli, uram, nem lesz semmi gond. Hát reméltem is. Sajnos igen, véget ért. Nem. De keressünk valami kis... Jó, fennálltak Markov a hit tetején.
Basszatom, hát fönn vannak a Dani érek, nem tudom, mi ide legyen, lenni. Szíves, csak mondom, hogy onnan tüzeltek. Hát valószínűleg egy irányba van. Mentek? Na, vagy addig viszont addig. Itt hátul az úriember az teljesen stabil, közben rajta van a vérnyomásmérő is minden, úgyhogy eléggé stabil a helyzet. Tudom, hogy nagyon fáj, hogyha jobban fájna, akkor szóljon, és akkor még egy kis fájdalomcsillapítót még nyomok be, jó? Halló? Hát az kurva jó, minket harmadszorra lőttek 10 perc alatt rommá, tehát menjetek oda a bankajtóhoz, kérjétek ki a túlszokat, nem tudunk kimenni. Szia, Árpi, köszönem szépen, és nektek is a pároddal szép estét. Még egy egységgel oda megyünk kikérni. De amúgy pont nem hajoltam volna. Jó, mindjárt oda megyünk a Dániellel még segíteni, vissza. Maradjanak ott a hídon, a Dániellel oda megyünk a bankhoz, és akkor kihozzuk a túlszokat. De rossz irányba. Nyissák már ki ezt a kotlát, melyik ez az autó? Azt hittem, ma hunyadér pont. Hú, hát reméljük, hogy nem ő. Ja, bocsánat, akkor nem tudom. Oké. Szia, Gogyi! Szia, szia! Hát beleverem a faszomat, ismérődés volt. Hát akkor megyünk gyalog. Mindjárt jól lesz a Hunyadi, Markov? Micsoda? Mindjárt jól lesz a Hunyadi, hogy ki tudja nyitni a kocsit, mindjárt. Hunyadi, add majd a kurva kulcsot, a fasz hemperöksz a földön, baszd. Erre nem fizetek. Hunyadi úr, tisztelet! Ja, Hunyadi, tisztelet! Nyissa ki a kocsit! Párra, ahogy a mentős nyomja meg a zsebébe azt a kulcsot, az... Az a baj, hogy minden kollega kiszállt a kocsiból, csak én vagyok itt. Ami szerintem ez most nem aktuális, hogy felvennem a ragút. Ugyadé, hát az Isten megáldja. Jó, rendben, egy kicsit átvérzett még mindig, de már kezd azért elállni ott a vérzés, úgyhogy szépen... Jó, úgyhogy cserélünk még egyet, jó? Hát őt is megölték. Úgy, de jó van. Hát igen, reméljük, úgyhogy viszont fel tud állni, hogy az jó. Persze. Tettem egy amokat is ott a... Ugye nézem, hogy a következő eset az mi lenne. Ismerj ide az anyósokat kellene ülni, meg hátul van a kollégája, meg még egy, meg még a... Át kéne üljek? Nem kell. Jó, jó, jó. Jó, hátul kettő amúgy... Kettő egységületet szállítok vissza. Hátul nem amúgy maradjunk itt, még a másik mentős egysége nem indul-e? Hát az a baj, mert hozzá nem fér be több ember. Az addig oké is se. Nem fér be több ember, de így volna. Ja, ők is most nehogy volna. Aztán visszajöjjenek, azt megint itt lövöldözzenek. Jó, ők is megvannak. Hála jó Istennek. Egyszerre induljanak el, jó? Ez a botogos, hogy mit csinál itt? De... Szerintem csak katasztrofa turista. Szia porszívó! Szia gabóca! Sziasztok! Az baj, mi négyen vagyunk és lassabbak vagyunk. Na, gratulálok! Nem baj, nem baj, tudod. Gratulálok! Dagadtak vagyunk. Dagadtak vagyunk, gyerekek. Tudtam, fájdalmat nem érez így ennél jobban? Nyomjak még egy kis fájdalomcsillapítót? Ja, mondjuk még egy kicsit megkérdezni. Jó, egy picit Aszta. Akkor adunk. Én itt megyek. Jó, rendben. Akkor egy picit még nyomunk idebe, úgyni. Egy kis morfiumot fog kapni, jó? Ettől jól el fog lazulni. Kicsit lehet, hogy halucinálni is fog. De hát semmi igen. Gond. Picit ilyen droghatású tünetei lesznek, de hát semmi gond, kicsit meglazul. Mi, senkinek... Jó, jó. Mindjárt kipattintalak téged onnan. Medi? Rendben, rendben. Szépen itt átsajtott. Köszönöm szépen a kocsidat, belültetlek szépen. Sok kiindulok az ilyen. Elrakom gyorsan. Jó, beírj. Rivero indul a Riverhill. Jó. Itt van, és akkor már csak az úriembert kéne kikapni. Heli. Koktélre kimegyek. Mindenkit elütöttek, kéne. Jól van, jól van! Jézusom! Mit
kerestél a kocsi maga? Az a baj, hogy én nem fogom itt tolni a hordágyat. Meg semmi. Beállok akkor én is az intibe. Igen, gyere Reina. Gyere, az kelljél már fel, ne szimulálhatok. Nem szimuláltam, hogy nekem jöttetek. Na, jöjjön, biztos belső jöjjön. Ó, ez én oik. Jaj, nem. Neked nem, Medi, ne üssen létsz te is. Nem terveztem senkit elütni mostanában. Majd tartom neked az ajtót, jössz? Gurulok, persze megyek be. Gurulsz? Köszön. Vigyázzatok! Gyere! Medinek tartjuk az ajtót. Ne! Felébe! Menj a Reinával nyugodtan. Most! Így volna, menjenek. Gyere, Medi! Gyorsan! Nyomom! Nyomjad! Megtolom magát hátulról! Nem hiszem el! Most! Nem! Tartani kell mindkét ajtó. Így megvan! Oké. Na jó, ennyiünk akkor itt az egyesbe vagyok? Szerintem a Reinát az egyesbe vitték. Akkor kettesbe menjünk. Aha, igen, eljön az egyesbe vitték. Magattal, úgyhogy én nem tudom sokat. Gyere, Medi! Azaz! Nyomjad! Gurulj! Oké. Jó, rendben, na, én segítkezek itt. Megkérem, hogy feküdjön fel. Itt nyugodtan ide a kis kocsimra pakolhatja a cuccait. Hogyha gondolja, hogy ott a vállán el. Lehet, hogy egy kicsit kába, mert azért adtam neki egy morfiumot, hogy azért minden ellazuljon úgy, ahogy van. Meg ugye az exacilt kapta meg, úgyhogy meg az infúziót. A brandul az van benne nála. Benne van a brandul, le van stabilan rögzítve. Hozzol légy szíves nekem vattapamacsot, feltöttenítőt, szikét. Tű, cérna, csipesz. Felszívódó hallgató, csipesz nem kell, neki van kimeneti sebünk, de azért hozhatsz. Meg rendes cérnát is létszik. Így, né? Pozitív dolgot belőle. Ide fel is helyezem az asztalra. Köszönöm. Nem most köszönöm. Hát, ja, mondtam, hogy valahogy úgyis vége lesz a történetnek. Hát akkor így ideje korán. Vittem a páromat, és magam a tavalyi táborban konyhán voltam, hambit készítettem, de így nem beültem. Közelítek, jó? Jó van. Szia, csimpike! Egy ki kell vennünk, de egyébként tiszta. Jó, artégiát nem ért vénet sem. Biztos rendben lesz. Nem volt vészes. Beadok egy helyérzéstelenítőt. Ja, nem lesz gáz. Akkor jó. Szerintem az úr már olyan lazában van, hogy az valami hihetetlen. Hát azért biztos, ami biztos, de... Akkor még jó. Hatodik, majd mindjárt kap egy kis oldatot. Nem lesz ma kamera, ne haragudjatok. Hétfőn már lesz, jó? Hajat mostam, nincs rajtam smink, és úgy nézek ki, mint egy rossz kisfiú, úgyhogy nem szeretnék így. Bocsi. Most az RP a lényeg. A szilánkot úgy, akkor szépen átfordítom az úrnak a karját, és itt a kimenetisebbnél is. Nem okay, csak én. Nem. Rendben. Ja, oké, és még itt a mellkasállátok még kettő darab lövést. Azt is szépen. Ja, oda is beadok szépen. És telenítőt. Ezt közébe beadom. Na, itt, mennyire érzed, hogy így nyomkodom a sebb körül? Oké. Jó, akkor várunk még, hogy hasson az érzést telenítő. Szépen. Megtisztítom a sebek. Nézted volna a kannákat? Elveszem szépen a hosszú nyelű csipeszt. Csimpike! Azért visszafogottam, A szilánk is megvan. Nézzük, a másikat még tehet egy kicsit kibetészíteni. Így, oké. Szia, csípős Oreo! Elveszem szépen, így, oké. Beli, tudsz hozni még egy kicsi extra izét is? Mert nem szeretettem, hogy itt ennyi. Milyen az extra izé? Ezek a felszívódó... Balra célra, igen, persze hozom. Köszi. Mert a kettő, egyben van egy meddig készültem. Jó, és itt elkezdem szépen itt összevarni, először belül plastik felszívódó öltéseket alkalmazok, kivéve pedig rendeseket. Azt is beszorultam. Sérült a hasát? Nem szorultam.
Igen, valamilyen egy második is. Valami ezt a rohadt rádiót, de nem tudom, hogy... Tessék, már is adom. Kimeneti sebet is összevágom, köszönöm szépen. Kifejezetten vigyázzanak magukra, kérem, mondja meg. Én a sérül. Várható, hogy az étben valami gáz lesz. Oké, Melkas Erdély szépen elkezdik szépen összevágni. Elnézitek. Ja, mert hogy most előkre utaznak. Vannak ilyen esetek. Igyekszem fészkamosan streamelni. Biztos ugrál engem? Van, hogy azért. Nem. Tetanuszoltást mikor kapott utoljára? Teljesen felszíni, mintha megvágtam. Kérdette? Akkor jó, akkor nem kell. Oké, és összevarjuk szépen. Akkor nem lesz barac nézegetés. Hát a fenében. Pedig aztán. Egy négy nap múlva várom majd a varrac szedésre az urat. Jó? Keddem. Nem kedden, nem, hétfőn. Hétfőn varrac szedésre várom az urat. Oké. Jó, amint az érzéstemenítő, az út első örézi mögött még adok egy erős fájdalmas illapítőtbe antibiotikumot. És nincsen gyógyszerérzékenység az úrnak, ugye? A negatív nincsen. Azt mondtad, hogy sok benne szakad. Nem tudom mi. Jó, oké, és majd adok. Szakmas is talán majd megye be. Egyszerűen lefogsz. 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 Betudom adni mindkettőt. Granülből. Szépen előveszem szépen a fecskendőt. Várjuk szépen. Egyszer. Oké, és egyszer. Még jó, hogy nem a hasadattal. Oké, és granült szépen. Kiveszem szépen. Nem is éreztem rendben. Hirtelen az adrenalin. Arra azért figyelje, szépen. Hogy valószínű az zilulni fog egy picit. Igen, igen. De hát ez pár nap is elmúlik. Hát ez dolog. Felveszi az ura rendőrséget, felveszi az ura, ez egy égvált a kesztyűvel, hát akkor menni, hogy nem fogja venni. Ah, nem mondom kesztyűt. Nem? Negatív. Akkor egy kicsit lila lesz. Nem baj, ja, katona okay. Dolog. Katona hát. Persze, segítek akkor szépen, próbálj meg felkelni. Itt vannak nálam a ruhái. Itt a igen, azt mondja, elveti a kolléganőtől. És akkor... Mondjuk a felsőmet szétvágtak, úgyhogy az... Hát az majd, az majd... Hát az... Azt majd vesz egy újat. Vesz egy újat, mi meg akkor majd. Kidobjuk. Jól van, hát jó bulást kívánunk. Jó bulást kívánunk. Tegyesen, de megvárom a kollégákat még azért. Csak nyugodtan, csak egy kísérlődik azért, meg majd itt a... Na megint beszorultam. Medi? Jövök, csak beszorult a kerekem! Gyere! Itt kifejegsz basszus? Nem félek ki, csukva van az ajtó. Ne! Most? Várja. Így? Belülről, belülről. Nem, nyissad! Azt az oldat, ja, úgy. Igen. Ah, I see. Na így kiférek, máshogy nem. Ah. Akkor várják, megyek a másikat is nyitni. Köszi szépen. Kellemes napot az úrnak. Gyere. Várjál, megvan, nem. Megtoljalak? Hopp. Megvan. Hú. Hát figyelj, itt a rokonszékkel itt összeverekedtem. De annyira aranyos vagy ezzel a székkel amúgy. Jó, azért reméljük nem marad sokáig. Reméljük, hogy a doktor Cseng meg az a fogalmam sincs kicsoda segíteni fog. Hoppá, az leugrattál le. Hát néha na. Kell, tudod. Rendben, jól vagy. Nagy bikázás. Here we go. Kettő golyó minusz, plusz még egy szilánk eltávolítás. Matuti lesz balhé a mérkőzés, ez mindig van. Zártad a pácián? Micsoda? Kettő golyó minusz. Nekem is ezt jutott eszembe. Ja? Amit hogy kettő golyó és egy szilánk kivéve. Értjük, tudod, így engem is ellátott út közben. Kár, hogy nem ilyen elektromos ajtók vannak mindenhol. Amúgy igen. Akkor egy kicsit könnyebb lenne a helyzetem. Hú, de sokan kijöttek. Hát persze, itt muszáj, hát itt. De akkora lövölde volt, tehát pont nézem, mondom, csak azt látok hátrafele, hogy hullanak az emberek. Mondom, Jézusom, nem a pocakodat lőtték meg? Nem, csípőm. Honnan? Hú, hála a jó égnek. Az kellett volna. Esküszöm, a tolószékkel verem agyon az embert, ha megtalálom. Én is, muszáj feljelenteni az ilyet. Hihetetlen. Mármint nyilván ugye nem tudjuk, hogy ki az, csak hát attól még. Hát persze, csak hát azért álljon meg a dolog. Igen. Nem is értem. Nekem menni a rendőrségre, vagy pont az orvosokra lőnek.
Nem tudom, szerintem nem itt tudom, hogy balfaszok is voltak. Megkérdezem, jó? Hát gyorsan reggel. Jó, jó, köszi, köszi. Én viszont adom már a szolgálatot, mit szóltam. Jó van. Hát jó, akkor jó pihit neked, jó, vagy programozást. Nektek meg jó, jó, jó szolgálkozást itt esetek. Hát köszönjük. Én is tolószékbe kerülök, azt mondjuk egy tolószékkel esetleg. Az lesz. Megy a rohambanda. Hello. A Rocky Commando. Szia. Hello, hello. Új kolléga. Új kolléga? Új kolléga. Na, hello. Nagyon örülök. Majd, hogy te? Ja, hát én vagyok, hát én új kolléga. Tisztelete. Tisztelete. Ma már itt vagyok vele. És asszony, hogy van? Hát... jó, nekem új. Még én Medi vagyok, Medi Perez, hát, nagyon még... örülök. Most bocsi, így ezzel a rokokóval nem tudok fölkelni. Hát meg azzal most akkor nem fogunk ezzel. Hát most nem, majd hogyha ez lekerül, akkor ölelkezünk meg, kézzel minden. Hello. Szia, Max. Szia, szia. Na, azt mondja a Gustavo, hogy 8,5% esély van arra, hogy a rendőrséget itt most meg fogják támadni. Úgyhogy ők most itt erre felkészültem várni. Azt a szent, hát hihetetlen. Én nekem meg azt mondta... Jó, ingyen van. Valahogy nyedi. Ott áll. Ja. Na, én nekem meg azt mondta a Hunyadi, hogy hallotta a rádióforgalmazásokat, és csak egy tippnek adja, hogyha olyan esetre megyünk ki, a rendőrt meglőttek, akkor nagyon legyünk óvatosak, mert úgy néz ki, hogy most ő rájuk utaznak. Igen. Hát ma már ez a második lövöldözés, a Reineik voltak kint a Dantéval, a temetőben. És ott is lövöldözés ki. Igen. Aha. Ja, azt mondta Hunyadi úr, hogy meghisztam. Hát... nyilván kerekedik a pocakot, hát igen, ne vicceljünk már. Most ez komoly? De ez mondtad neki, hogy terhes vagy? Elment. Mindjárt megdobom egy cukorkával. Azt mondta, majd felhív a feljelentést. Vagy ő is meghívza? Mert folyamat közelik a rendőröket. Vagy micsoda folyamat. Jó, hozom a kocsit. Mi van? De nem, semmi. Tök jó alakod van, kis kerekedő pocak. Hát ez ezzel jár. Helis eset. Nem tudom, hogy le tudok-e szállni. Van, aki jön velem helis esetre, aki mobilis. Most rám mobilis céloztál. Terepjáró vagy. Szegény. Szegény. Én megyek, engem dobtok ki, tudod. Aki mobilis, azt mondja. Rám raktok egy ilyen ernyőt, aztán így repülnék a kis kerékesszékkel. Egy próbáljuk. De akkor mehetek föl. Gyere, aha. Akkor én elindulok addig. Jó, jó, a tankok, okay, akiket így ledobnak. Jövünk majd Medi. Jó, jó, addig tartom a frontot. Oké. Okay. Én meg ezt az irattáblát fogom tartani addig. Na, hát. Tiszteltem. Szép napot, szép jó napot. Miben segíthetünk? Szeretném bemutatkozni, Leo Austin vagyok, itt dolgozom. Nagyon örvendek. Itt dolgozik? Jaj, akkor bocsánat. Ja, hogy én Perez is. A ruckod megvan amúgy? Nekem? Mind a kettőtöknek. Mi van meg? A ruha. Ja, persze, hát jó, már jó. Igazából én már mikor? Hát a szolgálatba álltok, akkor azért vegyétek föl. Hát én nyilván, nem te még nem akarsz? Van? Nem. Én nyár óta itt dolgozom. Jó, hát akkor nem szóltam. Na! Igaz, azóta csak négyszer voltam talán összesen. Nem baj, figyelj, hát nyaraltál, pihentél, csajoztál, mind, de hát ez megesik. Ja, persze. Ilyesmi. Na, hajrá, Cigi! Éppen összeírtam már. Velem? Tegnap voltam a randizni a trombitással, randizni, adjuk inkább. Na, ugyanom, vágtam helikopterre, elment. Elmentem vele, két méterre kb. Elvitte a kocsimat, hogy majd ő vezet. Az a kocsi, az felemelte és hozzám vágta konkrétan. Megsérült a gerincem, eltört a karom. Aztán feljelentettem, úgy, ahogy volt. Mert közben mondom, hívjál már mentőt, ember, hát fáj mindenem, hát nem érzem a lábaimat, azt elkezdett tenni. Hogy ő stresszéhes. Hát azt hittem, lefordulok még onnan is. Miben volt ez az autó? Hát nem tudom. De jó nehéz volt. Nem tudom, lehet kondizik mostanában, tudod? Lehet, hogy amúgy lehet, a zsír alatt, lehet izomban. Lehet ilyen, nem tudom, ilyen máshogy van összerakva, fogalmam nincs. Most jó, is írogatott nekem üzeneteket amúgy.
És nem jössz vissza. Hát nem, mert írtam neki, ezt írtam, hogy ne keressen, mert majd távoltartásit kérek ellene, hogy ezen a számon előfizető nem kapcsolható. Az üzenetet nem sikerült kézbesíteni. Kérjük, próbálja meg újra. Erre visszaírt, hogy mi van? Most akkor ezt leírom újra neki. Mikor a feljelentés szövegnél kíváncsi ennék, hogy hozzám vágott egy autót. Hát konkrétan azt hiszem ott még talán volt készült is fotó arról az autóról, ahogy ott, mert ott akik jöttek, én katasztrófa turisták természetesen. Játszatok mindig. Szerintem ők ott készítették. Utána valahogy én már láttam itt a városba a kocsimat, mert ugye kedves trombitás úr közben ellopta a kulcsot is, természetesen. És már vagy 4 embernél láttam az autómat. Úgyhogy remélem mostanra már legalább elkapták a rendőrök. Annyit tudok, hogy igazából Börébe került, mert közben meg valamelyik kollégára meg fegyvert fogott, és le akarta lőni valamilyen oknál fogva, nem tudni. Akkor oda is ment a feljelentést. Te láttál bármit, mert mi innen fentről nem látunk. Látom Novákot. Ez szép, ez szép. Úgyhogy hát ide még követett a kórházba, és sőt, miután mentem a ruhaboltba, hogy akkor valami kényelmesebbet felveszek, hogy ne az legyen, hogy szoknyába vagyok, meg ilyenek. Okay. Oda is követett, ott zaklatott, akkor már oda jöttek a rendőrök, hogy most azonnal hagyja el a helyszínt, akkor már onnan bilincsbe vitték el. Át katasztrófa volt, tehát az ott ja, leírta magát, hogy ő milyen ember. Én még nem ismerem. Hát, jobban is jár szerintem. Én csak Fabulát ismerem ott bent. Nehogy aztán itt a végén megint kocsik repkedjenek. Fabula az egész kórházat repteti néha. Ja, meg állítólag ott Szüri a levet ott a garázsos fazonnal. Ja, ja, ja. Most bájtott engem. Raktár számolás, nem tudom. Ja, Istenem. Ide adta ezt de a papírt, elmondom neked, meg, hogy kaptam, a, kaptam egy ilyen kis ajándékcsomagot, tudod, ilyen kaja volt benne, ilyesmi. Uh-huh. Szia, narkos. Fabulától? Nem, nem, mástól kaptam. Mondom, tegye le oda Fabulához, tegye már be a hűtőbe, hát mire mentem, érte Fabula már ott nyámogott rajta. Igen. Hát azért elég, nem hát jó, de hát most könyörgöm. De hogy tudsz dolgozni így? Hát őszintén. Úgy tudok, hogy ugye a lábamat már tudom mozgatni, csak nagyon-nagyon fáj, tudod. Így el tudok látni esetet, de így kicsit nehézkesebb, mondjuk úgy. Mondjuk egy kézzel szívmasszázs, ez ilyen. Já, igen, nehéz. Igen, úgyhogy nekem mindenképp a defibrillátorokat kell használja minden egyes ilyen dolognál. Ez mindig, vagy ez mindig jó? Hát... figyelj, előbb voltam kinn egy fejsérültnél, hát nála nem volt jó. A fejére? Hát, tudod, nála nem. Hát, ja. Ezt még jó, hogy tudom irányítani. Itt a kollégák, hála Isten, segítenek, hogy kivesznek, betesznek, stb. Tehát ebbe ja, tudnak láttam, segíteni. Be, igen, igen. Sajnos néha elütök vele valakit, elnézést előre is, de ha majd valaki elém áll, akkor sajnos így összeakadnak a kerekek a lábakkal, aztán viszem magammal. Figyelj, hát akkor viszont lehet, hogy megérdemlődsz hozzá. Micsoda? Miért nem állsz meg, hogyha valaki elével? Hát én megállok, de attól ő még megborul. Figyelj, akit elődsz, az lehet, hogy megérdemlődsz. Hát lehetséges. Hát ki tudja, meg itt ugye az ajtó nyitogatás, ami problémás. Ugye hát, nálam mindig mindenkinek ki kell nyissa az ajtót, kivéve ezeknél, amik elektromosan működnek. Az legalább szuper. Hát, ez túlzás. Hát jó, az néha jól működik, nem baj, kell szólni Fabulának, hogy hívjon valami szerelőt. Hát ez... ahelyett, hogy mutyiznak ott a parkoló úrral. Nagyon aggódtunk. Ahelyett inkább szerelőzzön. Inkább hívjunk miért szerelőt, mert Fabulásra sem fog. Már lassan megtanulok inkább szerelni. Három etejtel hát, küzdök ezzel a pislogát. Múltkor én takarítottam helyette, hihetlen. Ilyen most is engem is beállított az ablakot kellett még. Mondtam, hogy végeztem. Kezembe nyomta ezt, hogy nézzem meg, hogy miből mi van, meg mi működik. Nagyon-nagyon ízé el akarja amúgy sunyogni a melót. Hát amúgy én, amikor ide jöttem, akkor az ő helyére pályáztam, csak nem vettek fel, de mondták, hogy nekem jobb lesz orvosként. Jó, amúgy ez, jó lesz. Nem vettek fel forrátást, nekem most mondd meg. El akartad volna lopni Fabula munkáját. Nem, akkor nem volt Fabula. Nem volt akkor még. Sziasztok. Istenem. Bocsánat, helikopterben voltam. Rendben jön? Rendben jön?
Ja, igen, igen. Na, persze, szuper. Persze. Mármint azért, hogy azt mondta, hogy meghíztam? Nem, hát az azért ja, még... De ilyet mondani, sziasztok, hogy meghízott. Ja. Ja, most ott tart. Ja? Jó, hát ott igen, mert Reina az a pocakos kismama. Nem. Ja. Aztán rászólt a Novák, hogy meghízott. Nem. Hát nem meghízott, hanem nő benne a kis élet. Hát mondjuk valami tényleg változott rajta. Mióta legutoljára láttam. Haját szokta festetgetni. Meg kötögetni, ja, fonogatni, ilyenek. Meg átszínezni, átsöfteni. Hú, nekem is tudna majd valaki adni egy kis csomagot. Persze, visszafelé hozunk. Köszönöm addig, szépen. Persze, persze, persze. Jó. Köszi szépen, jó pihenést, ott kávézást, evést, minden. Köszi, köszi. Azon filóztam, hogy amúgy ezt a kocsit, ezt az kerekes széket lehetne pimpeltetni, tudjátok, így rárakni ilyen másik kereket, vagy színezni, vagy valami. Ilyen kerékfüstet szeretnél rá, vagy is. Nem, hanem mondjuk, nem tudom, ilyen arany kereket, nem tudod, hiszem, így megindulnék ilyen arany kerékkel. Ott alul azokra a kicsikre, meg a nagyra. Tudom így nézni, már átfestve. Szerintem ne mondd is, tetessél rá. Hát persze, alulra. Én is köszönöm, hogy kell megnézni. Hát ha majd egyszer eljöttök, óvatosan Reina, nehogy aztán itt megborulj nekünk. Vix, azi, hogy nézek? Te hogy nézel ki? Hát hogy nézek ki? Mi hogy néztek ki? Jó, tehát mindenki az onálga jó neked ki amúgy. Nem, már hogy nincs itt. Hiányoztam, mi? Hogyha azt mondom, hogy nem, akkor megharagszózom, igen. Szóval nem hiányoztam. Vezdek az onágó, jó, igen. Jaj, most inkább arrébb állok. Becsinálgyom őket. Hú, bazd meg, az onágó jövődött. Az azóta benned van? Vagy mi van? Nem. Lehet azóta benne van, amúgy. De az már egyben, az már az egész testével egyben nőtt. Kész, ennyi. Eladtad a használt onágójódat. Figyelj, én, hogy... Figyelj, vannak, akik megveszik. Használt bugyizokni minden. Jó, az a helyzet, hogy úgy ember vagyok, és azt a labdát nem dolgom le. Hát, na mit? Mit nem dobsz le? Na halljuk most labdát, már. Nem, halljuk, nem, most már halljuk. Most már halljuk. Hát, nem. Inkább megyek minden. Csak ezt az onágolyat, azt fejezzük meg be itt, és már kivonalod cipőn vele. Hát, vigyázzál, mert felfázol. Ilyen páros vibrátort. Egyiket valami kecskébe rakod, aztán másikat belé. Másikat belé, Jami? Nem. Na jó. Na, mondom én, hát olyan labdákat dobtál, hogy én, mi naj. Te miért nem vagy szoléva megint? Én is kérdeztem. Ő is kér alá a nágolyót. Nézd meg. Ő hadirokkantam be álszolgálatba. Igen, mert nem vagytok képesek fizetni a betegszabadságet. Miről beszélsz? Dehogy nem, dehogy nem. Amúgy meg, trombitás itt. Mi banozik? Az üzenetekre. Mi banozik? Nem visszaküldted neki ugyanazt az üzenetet, amit előbb, hogy nem sikerült kézbesíteni az üzenetet, próbálja újra. Lehet bejön ide. De akkor ki kell hívni a rendőröket, hát én már nem fogok ezzel szórakozni. Üsd! Az a baj, hogy nem tudom megütni, mert itt a gipszel megütöm. Üsd el! Dehogy is, aztán még engem perel be, hogy itt izé... Hát nem, majd ez nem néz oda senki. Nem voltak szemtanúk, nem működnek a kamerák, semmi. Fabul leép szereli a kamerákat. Á, nem, kiment cigi szünetre. Vagy épp valahol hátul van a izéval. Bár amúgy fogulás szerintem simán beperelne. Ez minden orvos perel. Tényleg? Hát fabula. Múltkor csináltunk ilyen csoportképet előtte. Én már látta a félszányra, hogy ott nyúl egy késért, hogy valakit levágjam a hátulra. Ja, amúgy Medi, nézd majd meg a fabulánál. Ott a számítógépet. És ott a van naptár. A naptár.
és nem tudom hányadikát kell megnézni, de olvas végig, hogy miket írt magának Fabula fel. Ki fog szégni rajta. Úristen. Főleg az egyiken, az ilyen az nagyon... Az egyiken nagyon. Hihetetlen. Igen, szóval azon a napon inkább maradj otthon. Jó, rendben, figyeld, ennél nyomibb nem tudok lenni, már csak maximum már tényleg ilyen hordágy közlekedésre tudok majd közlekedni. De, hát de ennyire nem vagyunk, jóba Fabulával, elkapom a sötétbe. Majd ha jobban leszek. Hát Jani is elkapta Fabulát itt a sötétből. Még egy figyelmeztetés, aztán ki lesz rúgva a Fabula. Na és végre fel tudtok venni engem helyette. Jaj. Nyitva van a izé? Vagy az bezárt már? Szerintem nyitva van. Na, nem tudom. Az egyetlen kontaktom veszek oda a telefont. Nekem várjál, nekem van kontaktom oda, de nem biztos, hogy oda. De megkérdezem, hogy mi kéne onnan? Ja, csak sima izé, menü. Memocsim van, ha kell. Ja, nem, menüt akartam venni. Na, mindjárt megkérdem. Csak mondani, hogyha valaki tudja, nyitva van vagy nincs, akkor nem megyek oda feleslegesen. Na, nem akarja fölvenni. Ismerős. És mi van ki ezzel? Az ismerős az amúgy, nehogy már ugyanezt hívjuk. A Csigusz. Ja, akkor nem ugyanezt hívjuk, jó. Nem, mondta, hogy bármit elintéz, azért hívom őt. Ja. Lehet, hogy most foglaltban van, vagy nem tudom, valamit csinál. Majd visszahív. Annak neked én ennivaló, gyere várjál. De az lehet nem olyan izé megkívánta. Én szerintem elgurulok a rendőrségre távoltartásit kérni Trombitás úr ellen, hogyha nem probléma. Még kiviszem neked kaját gyorsan. Ja, jó, rendben, köszi. Szia-szia, azt tudom kérdezni, nem tudod, hogy az UV nyitva van-e? Köszönöm. Hát figyelj, itt a... Jó, akkor már indulok is. Jó, rendben, köszi. De nekem amúgy csak két menü kéne, az is, hogyha idehozod a kórházhoz, valamelyik kollégának odaadod, mert nekem el kell guruljak a rendőrségre távoltartásit kérni. Kitől? De nem tőled, a Trombitástól. Zaklat, meg izé, tolószékbe van. Elkapjam? Most hát figyelj, elkapom azt a köcsögöt. És akkor figyelj, az lesz a sztori, hogy hallottam egy harmadik szemétől, tehát hogy érted, hogy mit meséltél, és hogy ja. Valami kitalálok valamit. Jól van. Nekem két menüre lenne csak szükségem. Ha ide el tudod hozni a kórház, az nyugodtan adod a rejénát. Elhúzom rendőrséggel. Ja, jó, oké, akkor ott találkozunk. Jó. Szia. Na hozza amúgy. A menüt csak elhozza nekem a rendőrségre. Ja. Oda elgyanázok, csak még megvárom, még kijön Tádé. És akkor hozom neked a menüdet. Ja, nagyon de szépen köszönöm. Volna, de... Á, nem baj, köszi. Figyeld, elfér. Nagy a táskám. Na, akkor mindjárt jövök, csak elgurulok a távoltartásért. Sziasztok! Hello. Ugye nem a tolószéken mész a rendőrségre. De az volt a tervem. Hát ott vagyok egy 5 percet, semmi. Simán legurulom. Hogy a leggyorsabb oda jutni amúgy, csak azért azt, hogy vegyük figyelembe.
Na ez az irányjal megyünk. Hogy? Nagyon nagy indulatokkal gurulunk. Remélem közben nem kell megálljak majd tankolni meg ilyenek, mert akkor itt megáll a tudomány. De amúgy jó hülye vagyok, a csigusszal is elvitethettem volna magam, mert egy helyre megyünk. Aj, mindegy. Most már. Nem baj, eddig a ködös várost is láthatjátok. Milyen szép. Ködös. Hú, remélem, hogy erre jönnek el. Nagy lendületekkel. Ne. Másodperceken múlt az életem. Jaj, ne. Szia! Hello! Elvigyünk? Ó, nem kell. Hát de komolyan mondom, csukd össze azt, gyere, van egy cigányos autónk. Feltettem egy platóra, meg a tetőre. Nézd meg, milyen komoly motor van benne. Rendőrségre megyek. Ez a lóerő, az mind. Rendőrségre megyek, jó, az nekünk. Elviszünk, persze. Lehet köröznek, de elviszünk. Dobd fel a tetőre, a kerekes székeret. Ja, dobd fel, azért van ott az a családapás csomag tartó, persze. Hú, várjatok. Persze, kinyitom hátulról, tessék. Fú, most nagyon sok minden lett hirtelen nálam. Mindegy, akkor két mocsit is kidobjuk. Most már legyen elég hely, kérlek. Köszönöm. Szuper. Ó, köszi szépen. Jaj, a lábam. Na, indulhatunk, urak. Ja, persze. Miért dobáltad ki, vagy tetted Lotta? Mert azok nem kellenek nekem. Nem. Neki kell, úgy látom. Biztos nem kell? Biztos, nyugodtan. Lehet, megfelezzük, jó? Jó. Na látod? Már elhódítottam egy nőnek a kegyeit. Na, tisztelet, Tormás Áron vagyok, ex-rendőr, ékszerbolt rabló. Nagyon örvendek, ezt nem fogom mondani, amikor bemegyek. Ezt is felvegyük? Ki? A palit. De elszalad előlünk fél. Hát szia, nem akarunk elrabolni, mi szalad el? Cső! Cső, nem... Nem kell, adjad. Na igen, nagyon örülök amúgy, én Medi Perez vagyok, kórházban dolgozom. Gondolom, hogy észrevettétek a ruházkodásomból. Jaj. Kicsikét. Látod, mondtam, hogy nem fordul utánunk a démon. Pedig, hogyha a Brabusszal lennénk, vagy bármilyen kocsival, amit ismernek, hogy a végén már egyből. Mert a túlgást elkapták a Brabusszommal. Húha. Rendőrség. Ott megvan az a Charger, fejthetünk kicsiket, megvan borulva. Innen meg lesz a hölgy. Meg leszek, köszönöm szépen. Persze, jó bunkó, hogy lépcsődét a száma az megvan, úgyhogy majd hívom a randi kapcsán, persze, hello. Jól van, hello, sziasztok. Hello. Van itt ilyen Rocky följáró? Vagy... Opa. Aha, szerintem az oldalán lesz. De ott megpróbáljuk fölhívni a Hunyadit, és akkor hát, ha ő... Valahogy itt segít. Két sokan is azt mondja, egy 10 perc múlva visszahívom. Jó, rendben, jó? Itt vagyok a rendőrségen. Rendben volna, király urat keresi-e? Így volna, igazad. Az az igazság, hogy a király úr leadta
Lehatta a király úr, de beszéltem vele. De annyit meg tudunk oldani, kisasszonya, hogy a polgármester úrral kell először is beszélnie, és az ügyvéd úr majd segít magának. Jó. A polgármesternek megvan a telefonszám? Nem, nincs, át tudja dobni a polgármesterét is, meg az ügyvédét is, és akkor megoldjuk. Rendben volna, majd mindjárt küldöm, jó? Jó, 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 köszönöm szépen. Jó munkát, viszhall. Köszönöm, később. Szia! Ami újság? Á, semmi, voltak jobb napjaim is. Képzeld, elutazok, világot látok. De jövök vissza hétfőn. Megyek Hongkongba, meg Tájföldre. Vagyis hát Tibetbe, az nem Tájföld. Na mindegy, Tibetbe megyek. Aha, de köszönöm szépen. Ja, majd küldjél képet, hogy küldök, küldök. Ja, hoztam is a vizet, mindent. Ó, köszönöm szépen. Azért vigyázz magadra, mert most folyamatosan látod, mik mennek. Ja, hát, mik? Hát itt nagy üldözések, nagy bőhölde, minden. Ja, hát ezt az autót minden. Szerintem körözik. Akkor gyorsan hajtsaim. Leszörünk. Na jó van. Visszadobsz a kórházhoz esetleg? Ha hogy ne dobnálak? Hogy ne dobnálak? Á, gyere, segít. Kintom az ajtót. Ú, remélem, hogy elfér még. Léci, férjél. Hú, várjál, egy kis kajcsit visszaadok neked. Ja, jó, akkor utána mutatom. Átadnám. Átadnám. De nem tudom. Nézzük. Nem, még mindig. Az jó, hogyha fölvesz emberekom csomiba, és kipakolsz kórházba. Nem nyúlhatsz hozzá, sajnos. Csak az enyém. Jaj, jó. Csak az enyém, senki másé. Na most, öcsém, itt szenvedek ezzel az ékkel. Na most te tudti, akkor rád támaszkodom, köszi. Beszállított. Á, megvan ez. Azt reméljük, hogy majd ott segítenek. Szia, Alex! Hol? Jó estét itt mindenkinek. Meg majd jó estét a vadnézőknek, vagy jó reggelt. Ja, vizsgád volt meg. Már? Volt, ezen átmentem. Nem? Ah, akkor jó. Ó, bassz meg. Akkor jó, hát mentél. És mikor lesz akkor kövő? Hát, ez szerintem majd max. Egy két hét múlva, azt hiszem. Aha. És akkor mire vizsgálszol? Hát, azt hiszem, hogy akkor már ilyen mentősnek. Na és akkor már bármit tudsz igazából? Hát azért nem bármit, de... Már nagyobb eseteket is elláthatok majd. Ja. Ilyen kicsit összetettebbeket. Köszönöm szépen. Ja, tudjön. Mindjárt kintom itt az ajtót. Támaszkodj meg. Így, né? Csapadom a... Köszi. A mindenséget. Ah, nagyon rendes vagy, köszönöm. Mennyivel tartozok miatta? Ja, semennyi. Jaj, köszönöm. És eddig hogy telik, amikor mit csináltál? Teleget. Hát esetem volt, mert láttunk betegeket, ilyesmit. Tudod, a szoki. Ja. Már ma is hazaviszlek, jó? Jó, hát ha ma nem tudsz hazavinni, már reptérre megyek, oda meg a kollégák visznek. Ja. Ja, jó. Úgyhogy jár. Akkor mielőtt mész, azért hívjál fel. Jó, mindenképp. Tala. Aztán vigyázz magadra, meg nehogy itt elkapjanak a rendőrök. Ja, nem fognak ugye. Csak. Csak nem.
tegnap is láttam őket, mondtam, háromszor elkezdtek kereszt, mint háromszor láttam őket. Á, mert profi sofőr vagy, ez azért van. Á, nem, ők nem tudnak vezetni. Ha mondjuk én se sűrűn tudok vezetni. Na mindegy, egyszer csak megtanulok rendesen. Á, de téged fuvaroznak bármikor. Á, nagyon cuki vagy, de menjél, amúgy nem tartalak itt föl. Nem tartasz föl igazából. Jó, oké, nincs akkor nem szóltam. Visszatértem amúgy a kórházba. Á. Csak óvatosan. Jó, előbb is bent az ujjam a kerekkel lesz. Viszlát, viszlát. Szerintem nehogy valami bajod essen. Meg itt azért óvatosan itt a kerekeimmel, mert véletlenül rágurulok néha emberekre, aztán szegényeknek a lábújjak meg eltörnek, meg ilyenek. Nem akarok én balesetet. Ja, Blankás, hogy éppen már vagy valaki. Persze, szóljak neki? Ja, nem, csak kérdeztem. Pihennek, azt hiszem, kávéznak, ha jól tudom. Jól teszi. Ja. Vagy lehet, hogy már kimentek esetre, nem tudom pontosan. Mikor eljöttem, akkor még a Reina is itt volt, meg két kollega igazából. Látod, te vagy itt a legkitartóbb és a legjobb mentős. Á, köszönöm szépen, nagyon cuki vagy. A legkitartóbb, a legszebb és a legjobb. Á, köszönöm. De ugye tudod, hogy nagyon rossz helyen parkolsz, és ha bejön a rohanmentő, akkor nagyon hisztiz lesz belőle, hogy ide álltál. Na, ribálok. Aztán neked amúgy ezen kívül hogy telik a napod? Hát nem rég keltem, igazából otthon voltunk, többiekkel beszélgettem. Hát nagyjából egy. Na, hát ez tök jó. Nem csináltam mit sem. Hát most nem tudom mik a tervek, mint már. Hát csak lesz valami. Csak. Tarts az uvóba egy bulit. Nem tudom. Nem tudom, annyit nem szoktam mellenni, csak ritkán. Csak így néha-néha. Hébe-húba. Ja, benézek. Az sose baj. Mit szoktak hozzá, hogy nyaralni? Mit csodi? Mit szoktak hozzá, hogy mész nyaralni? Többiek. Hát ez nem nyaralás, ez ilyen... Hát ilyen kiruccanás. Értettem. Hát nem kiruccanás, hanem gyakorlatilag fizikoterapeutához megyek, meg szerzeteshez. Ja, minek ilyen szerzetes, ilyen hát vallásos azért, vagy? Nem, hanem úgy hallottam, hogyha megáldja a lábaimat, akkor nem lesz belőle probléma. Úgyhogy a másik pedig az Dr. Cheng, ő fizikoterapeuta, és elvileg ő segít a lábam meg a gerincem problémáin. Az egy rendőr? Igen, az egy rendőr. Elment, akkor nincs baj. Kimentettek esetre? Szerintem kávéznak. Ja, hát remélem minden hamar meggyógyulsz, azt elviszlek még valami szép pályára. Jó, rendben. Ja, csak neki kell találni, hogy jó. Hát, most lesz időd. Mert csak hétfőn érkezik vissza a gépem. Na, mi zúgatoltak a rendőrök? Tőlem semmit. Figyelj, jött egy esetünk. Elguruljak veled? Persze, gyere. Jó, rendben. Akkor jó legyél. Na. Vigyázz magadra. Megyünk. Oksi, sziasztok. Akkor hozd a kocsit. Jó esetezést. Hozom az autót, esetezést. Legyen.
Szia, Matyelu. Szia, Matyel Csövi. Csumi Csövi. Hozom az autót, figyelsz rá a parkolóba. Aksi, figyelj, ki tudsz szállni, nem csak azért, mert kellett valamelyik kollégának egy csomó cucc, és a srác azt hozta. Ó. De ez kire kellett? Valamelyik kollégának, aki nem állt be szolgálatba, fogalmam nincs ki ő. Jaj, a break rájön. Nem szeretném. Mindegy. Úgyhogy nyugodtan osszátok akkor szét egymás között, az kész. Hát de el is ment innen, nem láttad? Nem láttam, hát nem volt itt senki, jaj. Eljel segítünk. Hopp, túlszaladtam, megindultam nagy lendületemre. Semmi gond, csak csücs be a kocsiba. Persze, becsücsenek benne, szóba segítelek. Köszi. Hoztam kaját az UVU-ból. Itt lesz nálunk majd, akinek esetleg kéne nagy mennyiségbe, akkor ipari mennyiségű ital és ételadagunk van pluszba. Medivel kérlek, beírsz minket? Persze. Köszi szépen, én már adatkozom. Aztán hogy vagy? Javuló tendenciál. Néha még meghalok. Ilyet sose mondja, ne ijeszteges. Hát próbálok javulgatni, csak kell. Munka mellett nehéz tudod. Persze, persze. Próbáld ki a hagymateát, hát ha az még besegít. Valahova idejöttünk amúgy. Hagymatea, életemben nem hallottam. Mondom, ilyet. Próbáld ki, rendbe fog rakni. És csak itt is lesz. Ó, motorbalesetes lesz akkor. Na, segítlek. És komplett, akkor kinyitom az ajtót, neked kiemellek, ide hagytam a tolószéket, így mi, leütetlek. Köszi szépen. Áldott jó szívemba. Azaz. Azt a mindenit, de mit csinált itt egy hölgy és pont? Szerintem véletlenül valahonnan leugratott, aztán nem adta ki a kanyar. Kinyír a kanyar? Hát ez kinyír a kanyar, tényleg. Szegény basszus. Na, kis kesztyűjt ide félhet, aztán lárakon húzó szemétert. Gerinc mrövid tűt. Nyak mrövid tűt besúszott a vedes és sokkozott a kisasszonyhoz, hogy ni. Jóba csippont a gép. Alacsony pulzus, jó kis 35-ös, előveszek itt a táskámból mindjárt, fotvácikát, így néleg egy kis adrenalint, fémettséget mondjuk, és akkor szépen itten megnézem a légutakat, hagytam ezt a pakóst. Jó, azok tiszták, hogy látom, tehát most van a szájuk is, azt mondjuk, meg becsukottam onnan, hogy berüppél a magát. Még az kéne, szegénynek azt a torkának adna. Ez jöhet le a Heimlich fogás. Azaz. Meg szügyéni megráncigál. Haj. Ne. Gerincén nem találtam semmit. Ruha fogta itt az esést. Nyakás végigfogott, busol végtapogatom. Még jó, hogy volt rajta amúgy sisak. Azaz. És gondolj, bele nélküle repült volna akkor át, még simán lehetséges, hogy ennél nagyobb baja lenne. Az tudko? Lehet, hogy elgurult volna a feje vagy valami, úgyhogy remélem ezt még magán tartja még egy életen át, hogyha motorozik. Már mert nem úgy, hogy otthon fürdés közben is úgy alszik minden. Ez is kemény lenne. Szóljam úgy, ha kell valami, van minden itt a táskámban. Olyan vagyok, mint egy patikus. Oké, szuké. Jó, gerince nyakos rendben van, de jövök a lábam, ma látom, hogy te picit pérzik. Szépen itt fölvágom itt ezt a szakadtos farmert,
Aha, zúzódás, talán első fokú égési, pirosodás, érülés, amikor azt látom, fogítés, erősz, betadink, felelőcsolom, úgy lédokon és körbefújkáljuk. Istenem, egy csukó vagy, és kötes cserdészet, persze belegyúlok a kabicsokat, szemetet, pokró, csincsát, csárdék darabokat kiszedem innen. Jó, hogy is van. Jó, még egy kicsit köpetet, igazolom, előveszek itt a sterégi iszlopokat, és akkor rárakok egyet, kettőt, hármas, sevő, páslival átkötöm. Jó, egy kis kapocsa rögzítem. Jó, passzol, az a lesz, az itt teljesen megfelelő. Na. Jövök a kis fejéhez, hoppálom a motóhoz. Lehúzom ezt a kis bukós isakot. Jó, hogy ide félreteszem, hát muskálom a haját, széttúrom szegénynek most azt gyönyörű haját. Nem baj, majd utána összefogja. Jó. Meg ott a fodrász. A homlokán látok egy kis üzét, bukossak, azt látszik a kis festékkopások, vagy ilyesmi, kizuzoláson homlok lebeny környékén. Aha, jó, de ez nem be is felső ámsőjött le, úgyhogy kék-sárgás volt, amúgy semmi komcsi. Most még itt eszméletlen, addig itt gyorsan teszünk rá egy kis kecilint. Speciális gyártmány, esetem vagyunk. Bekenet. Így, ez leüti a sebet. Így, de fájdalomcsillapító is gyönyörű. Jó, szépen átfordulhatom stabil oldalfekvésbe, kisasszonyt, úgy is van. Jó, légutak is tiszták azóta, és ányadik válnék. Nem jött ki onnan, kinyújtom kezét, és a lábát. Kicsit hátrább állok, nehogy úgy keljen fel, hogy aztán beleüsse a fejét beszúrom. A dolgokba. Jó reggelt, napsugár. Hát inkább most este van, de... Jó reggelt, holdfény! Pont jókor esett el egyébként. Jó estét! Jó estét, jó estét! Mi jó történt, estét. Hölgyem? Emlékszik valamire? Hát... Nem adta be a kanyar, ami azt illeti. Na látod? Mondtam, hogy a kanyar nem adta ki. Kinyír a kanyar. Se baj, a bukós isakja azért megvédte. Hála jó Istennek. Így van. Kezén és a lábán, és a lábát akartam mondani, ott volt egy kis zuzódás, meg egy elsőfogú súródás égésére, és ezt lekezeltem, meg a fején van egy kis huplőrbeni kapott gyulladás, csökkentő fájdalom, hogy csillapító krémet, úgyhogy ezt is bekentem, ezen kívül fejfájás, hányéges, szélzés, kettős látás, bármelyikét tapasztalja kisasszony. Nem. Nem? Nem, szuper, most már. Rendben. Jó, akkor. Esetleg későbbiekben nem tudom, adjak fájdalomcsillapító, vagy hányingért csökkentő tabletten. Végeztem az esetembe. Elfogadom, igen. Jó, akkor mindjárt ide belenyúlok a szatyorba. Kiveszek. Gyógyszerizikesike van? Nincs. Jó, akkor hozok magának is a B6 detalon hányingért csökkentőt, meg én az én személyes speciális kedvencemet, a Prufént. És akkor szépen ezt itten átadok egy levéllel mind a kettőből, jó? Napi háromszor egy engedélyben este. Hogyha úgy érzi, rendben. Hogy erősödő fájdalmakat tapasztal, akkor pedig jöjjön be a kórházba, és akkor kivizsgáljuk. Aztán óvatosan motorozzon továbbiakban. Illetve nem tudom majd. Vegye be a halálkanyarokat. Igen, most szerintem autóra váltok. Hát jobb is az, kényelmesebb. Bár a motor is amúgy nagyon szép kis darab. Jó, dobjon nekem majd egy X-szettek is azt mondja, hogy ellátás megtörtént, saját felelősére elhagyja a helyszínt. Itt a tolle. Jó, köszönöm. Köszönöm szépen. Oké. Okay. Köszönöm. Jöjjön azt a fősegítem. Kapaszkodjon belém. Ó, ruk! Azt a kurva. Oké. Okay. Na. Már akkor további... Picit, lássa, hogy... Én ott még itt adogok, mint valami, nem tudom. Azért, mert egymás szobába vágunk, úgyhogy bocsánat. Bocsi. Na, mehetünk akkor, igaz? Hát, mehetünk igazából. Ha a hölgy tud egyenesen járni, minden koordinációja rendben igen, van, igen, akkor, igen. Akkor úgy, azaz. Ó, tökéletes. Hát, tökéletes, hát. Akkor mehetünk is. További szép estét, aztán óvatos köszönöm, motorozást. Nincs mit szép estét, viszlát. Viszlát. Na, gyere, drága Ameli. Megfoglak itt, felemellek a kocsisba, felveszem a tégedet is, és akkor beteszlek ide az autóba. Ó, baszki.
Ó, bedobtalak messziről. Nem baj, ennél jobban nem tudok megsérülni. Kezed egy penősed, lábodra vigyázz. Eset nélkül térünk, vagy bocsánat, beteg nélkül térünk vissza a kórházba. Eset nélkül. Kérek egy rohamentőt a helyszínre. Küldjük. Kellünk valahol? Szabadak vagyunk. Szerintem mehetünk vissza. Menjünk vissza. Tehát én szerintem ellátja. Nincs egy kiszolgálom, vagy egyébként, hogy történt. Nem tudom, hát lehet elmentek ide-oda kicsit, tudja a franc. Megesik. Azért óvatosan menjünk. Oh. De már itt most nagyon utaznak a mentősökre, rendőrökre, mindenkire. Hát az így van, de főképp a mentősök előbb is ott, szépen, nem is értem tényleg a motorodos baleseted után, hogy érzed magad? Miután? A motoros baleset, vagy nem te repültél a motorral? Én nem, én egy helikopterre repültem. Ja, ez is jó volt akkor. Nem tudom, valaki nagyot repült a motorral. Hát de hogy ült motorról? Nem lehet motorra ülni. Hát ez utána volt, hogy nem lehet már motorra ülni. Ja. Akkor nem tudom. Na mindegy, megmarad. Az a lényeg. Na, jövök sok kutya mellé. De Adi, nem tudod, hogy a csaj az a néna volt-e? Gyere szépen kiemellek, én tudószéket beledoblak, így beleteszlek, oké. Na. Jó, tehát kurvára nagy a különbség, igen. De tényleg merél, mert ja, tényleg, hoztam a kajcsit. Jaj, köszi. A Novinál lesz ott van hátul. Ezt ki kell fizetni? Nem kell. Jó van, most ott a laptop elfér, mert most nálam nem fér el több szó. Tőle tudsz kérni, majd elosztogatja. Köszönjük, szép össze. Hello. Na, neki, ő neki a kollégának kellett a kajcsi. Rég találkoztunk. Hát te nem akarsz szolgálatba állni? Jelen pillanatban nem. Te jön rád a templom, vagy a bőrtől. Jaj, hát ki fog fogni a zsebemből, de köszi. Nem baj, a többit elosszuk a többiek között, az kész. Hát... Majd én is itt osztogatni fogok már szerintem lassan. Ó, valaki nagyon lassan érkezik. Biztosan. Holnap várom, jó? Holnap várom. Este. Jól van? Szép okay. Napot! Nincs mit, szia! Na, megjött a betegem? Nem ide kéne állni. Miért nem állsz be szolgálatba a párba? Hát az egy hosszú történet. Hát az igazán. Hát régen dolgozta, azt most jelenleg nem vagyok biztos magamban. De ami miért nem vagy a betegekre, biztos? Tudod? Dehogy is, hát mész valakivel, segítünk, itt vagyunk, hát azért persze. Van mindenki. Hát ja, persze, hogyha megyek valakivel, akkor most csak ilyen nézőként. De én nem hát értelek esküszöm. Hát így nézem, és akkor így... Na, vegyed hát fel a szolgálatot, persze. Mennyi, vegyed fel, a szolgálatot, vegyed fel a ruháidat. Na mennyi, vegyed fel a szolgálatot. Felettesi parancs, mennyi, csak vegyed fel. Így van, kettő nem felettesed is. Én meg nem felettes, na, mennyi, csak mennyi, be azért mennyi, ordibálok. Szép napot! Hello. Milyen vizsgálat lesz, pszichológia? Hát nem tudom még. Most magának semmi köze. Az igen. Neved magadra. Az igen, le lett itt teremtve. Mi a helyzet, hölgyek? Semmi. Megmondta a sógor, hogy semmi köze hozzá, milyen vizsgálata lesz. Hát, lehet urológushoz jött, tudod, aztán ez ilyen titokzatos. Figyelj, mert maradt még abban a paracetamolban, amit adtam. Aha, még ja, egy szemet lehet, hogy kérni. Oké. Okay. Mindjárt bekötöm addig a cipőbe. Jó. Kösz szépen. Nincs mit. Na, ugye szárazon le is tolom. Jó.
Ja, olyan vagyok, mint a Pista bár, tudod. Neki is csak egy gigája van, de azzal bármennyit le tud tölteni. Jaj, de nem. Ja, hogy megvedi egyébként? Én amúgy, hát figyelj, fájdalmak vannak, de hát ez szokásos. Szedem rá a gyógyszer. Tisztelet. Mi a helyzet? Tisztelet. Hogy hát ezen kívül amúgy megvagyok. Próbálgatom a... Hát a trombitás úr rám dobott egy autót. Hogy micsoda? Mondom. Na hát a trombitás meg fog halni sajnos. Megyek ide. Hát most már az a baj, hogy már a negyedik ember próbálja elkapni. Képzeljétek el, felüldöztettem a Ryan-t. Na hát! Csak sikerült. Ryan-t. Csak valaki a Drake-et. Telefont hívjak magamnak egy fuvart, legyenek kedvesek. Legmélyebb tisztelette. Valami fuvar kéne? Hát csak egy telefon kéne, de jönnek értem, hogy csak kapok egy telefon. Adok egy telefont, aztán azért add vissza. Jó, nem vagyok az ékös. Jaj. Na jó! Jaj. Most azért, mert fekete vagyok, maga szerint ellopnám. Dehogyis, nem azért mondom. Csak volt múltkor valaki elszólott a telefonnal. Én nem vagyok a lépcsőn. Nézd, megverik a táldét is, öcsi. Jól vagy amúgy? Feri! Tádi, az ma úgy érzem, mint hogy olyan élet. Gyere értem kórházba, Feri! Elütik, minden! Csumi, Feri! Ma már minden van tényleg. Na most kell futni, uram! Na, szuper! Köszönöm szépen! Ja, szóval akkor mit kapok, ha elkapom a trombitást? Szerintem tifuszt, vagy hepatitis, legalábbis. Valamit biztos. Kapnám, mert meg pedig felveszek valami baszkot, érted? Gázmaszkot. Ám most ott mindenki el akarja kapni konkrétan, ki meghallott, hogy tolószékbe vagyok. Hát az egy ilyen szép hőtje tolószékbe rakni. Ja, meg csinált nekem papír eljegyzési gyűrűt. Ragaszgatta, vett tollót. Milyen romantikus. Az, igen. Veszek gyémántot a úgyba. Mondom neked. Azt mondta, hogy ezért ő 50 ezer eurót fizetett. Ezért. A papírgalacsinér, amit adott. Az igen. Ja, meg még ellátás közben még fölvitte a kukát is. Ez kézzel készített papírról ez, hogy mi? Amúgy igen. Rá volt írva, hogy Medinek. Ez... Mondom. Az csak kurva. Megkaptam egy cukorkát tőle, de azt szerintem én ráharagudjatok, de lehet, hogy azt kidobtam, hála jó égnek, már szerintem hazafelé. Megjött a fuvarom. Na, akkor jó utat. Te engem viszlát. Viszlát. Menjünk! Szevasztok. Palikám. Na, palikám. Ryan, te jó vagy egyébként, hogy hadd kérdezzem ja, meg, mert... Persze, csak a szokásos. Persze, látom, felesett a százas. Hát mi van veled? Leesett a tantusz, vagy mi? Kicsit szédül. Nem szédülök, csak sántítok. Ja. Nem tudom, már egy hónapja ezt vizsgáljuk, hogy így hogy random sántítok, aztán. Lehet ilyen öröklődő, tudod? Családban, hát, valahonnan, nem, papa, nem mama, volt. Gyerekek, valami. Csipőficabos vagy, vagy mi van veled? Nem, mert volt van izé. Milyen műtétet csináltál? Rejna műtött? A babuta jó kezekben voltál. Aha, de nem segít. Úgyhogy nem az volt a gond. Hát én nem tudom veled mi van, de szerintem vegyük ki az összes csontodat, aztán legyél titán. Ja, lenne, ha vagy vele kiveszed az újra. Összes csontját, azt ilyen bőrember menne. Így ilyen kis paca. Pacalakó. Kusszál gyorsan, te vagy a legjobb ebben a sportban. Kiszedem a csontjaidat, meg a gerinted, azt te leszel a kígyó ember. Kígyó Doki. Az lenne a beceneved, kígyó Doki. Széllel fogok menni, fújj majd a szél. Hát várja, valahova majd kikötünk néha, azért ne menjél messzire. Vagy mert küldjük a rendőröknek az adatokat, hogy hát az egyik kollégánk az épp repül, valahol a város felett, kérem, kapják el. Meg a tűzoltóknak. Elrepült hozzák már vissza. De nem, elmentem tényleg, hogy teszek akkor, vagy mi az Isten, az távoltartási trombitás jó, ellen. Jó, nem működik az MRI, az EMI segítség! Mi történt? Ó, pedig baszki! Pont egy órája néztem, és akkor cukra. Még jó. Ó, tudtél, már megint. Terheseket nem vállalunk. Ó, baszki! Most terhességnek a ideje?
tünete is tud lenni, igen. Általában, igen, valami olyasmi, hogy 90%-ban megveszik. Remélem, nincs anémia azon kívül. Ja, mert gondolom elszívja az izé. Ó, eset is van közben. Szerintem ők van eset. Az ő, aha, az ő órája csapogott be. Jó, tudom, most nem szólsz, és azt veszem. Jó, leszek is kezdjék. Mindjárt itt szépen Reinát magához térítsük, aztán akkor megindulunk. Megfököntik. Valaki tud jönni esetre velem? Mi? Ide, itt a Reinok itt. Jó, Reina! Akkor igen, elnézést, a Reina órája csipogott. Jó. Másikat találta szót, ez sikerült. Jó, akkor itt vagyunk. Akkor itt vagyunk, már megmentünk. Nyugodj meg, Reina, helyben vagyunk. Oké, oké. Pöpet alacsony. Jávj be. Egy pillanat is, amit találtunk. Jó, nyugodtan. Így lősz akkor ide egy kis... Glukagon injekció, beszúrok. Úgy, mi? Megérem, még egyszer csak rá. Az a szépen megemelkedett. Égutai tiszták. Gyomortartalom egy pici főgyűjt, ez kikanalazom egy szerintem ez a baba is amúgy hozzájárul ehhez az esésekhez, itt az ájuláshoz. Nem baj. Benne van a papírban. Jó, ott egy stabilból átforgatom egy kis hátára. Középlábát kinyújtom. Úgyni. És akkor a repülés volt itt, behintegettek az ura alá még. Úgy, egy kis vizet is locsolok az arcoskájára. És jó napot kívánok, hölgyem. A helyzet. Jó estét, napsugár. Hát ez nem valami biztos, ez a... Gyere, fiúzni, a fiú segítek, úgy kapaszkodj ide, belé, ide, és akkor... Az a... Picobello, fantasztik. Korog a poci? Korog a poci? Hát ott van nálad annyi kajcsi, adj neki valamit. Várjál. Van nálad egyébként kaja? Aha, van nálam. Gyere meg, kínállak. Köszi. Ó, már se vette, fúj. Na, szép! Adjad akkor vissza! Elfogadom. Jó, majd köszönöm szépen. Köszi. Engem lassan elkísértek a... Hát valaki elkísér majd a reptérre? Ahol a... Várjál, jó, rendben, akkor én meg leadom közben. Állj el előlem, mert el foglalkozni. Maradjál. Igen? Maradjál. Jó, maradok, meg sem mozdulok. Ja, kis úti költség. Ja nem, a izé menü. Ja, hát nem kellett volna kifizetni, és srác ingyen hozta. Akkor úti költség, igen, úti költség. Jó, majd hozok nektek valami, nem tudom mit. Malakarkötőt fogok. Repjegy, nem tudom. Ali, 700 euróját már... Első osztály. Hát az már nem csak az, a jó! Ez már tudod, hogy kébe így beszélsz ezzel. Volt, ajtónyitó segítséget kérnék. Ajtónyitó. Futték gyorsan, csak nem tudom. Segítség. Hú, Reina! Hát én nagyon szupi. Jaj. Hopp. Trükkös tolószékes. Trükkös. Legbrutálisabb tolószék versenyzővel van egy dolgó. Amúgy igen, paralimpián fogok versenyezni lassan. Félkézzel ráadásul, hogy tekered neki. Blanka rádió vagy? Igen. Szeretnénk engedélyt kérni, hogy a Medit elvegyük a reptére. Rendben, vigyétek. Köszi szépen. Jó utat neki. Köszönöm szépen, nektek meg jó munkát, aztán hétfőn találkozunk, ha visszajövök a repterőn. Oh. Rendben, hívjál majd minket. Mindenképp, köszi szépen. A hozom majd a malakarkötőket. Rendben, jó. Malakarkötőket. Várja, vigyázz előre! Mágneses tudsz egyébként lopni onnan egyébként? Ilyen mágneses? Várja, mert beszorultam! Hát ezt azért szorultam, mert lehet lekotlott ez a szar. Nem? Várja! A
próbál meg vett fel. Na most te tuti. Na most. Vigyázz, jaj! Úgy. Kicsit szülni? Meg vagyok, ez meg veszély, vagyok. Jaj. Veszély, jaj! És neki megy. Nem hiszem el, bocsánat. Hozok egy sprintert. Valaki eljön, vagy egyedül menjek? Én megyek. Várjátok, innen leugratunk ilyen izésbe, buáh! Azt a mindenit. Ezt a végén nem tudsz majd menni repülni, mert itt kell tartunk ellátásra. Hát még így, na még az kéne. Na. Kiszerlek a tolószékből. Szerintem be. Hoplak itt, és kagypet beraklak az autóba. Itt egy kéz beraklak az autóba, vagy? Ő is akart jönni hát, szóval. Hát, akkor kicsit arrébb iszlek pedig, egy picit bar. Na, akkor én bejövök ide. Ti már ott oda ültetek. Pedig. Most jó. Na, most még nem jó, még. Az a baj, bemél a mice. Még. Milyen mice? Mice. Jó, így, akkor most már beraktalak, most már így leszek. Nem hiszem. Még. Ennyire. Tolass be egy kicsit előre. Amúgy minden egyes mentős eljött. Nem baj? Nem, ott van izé, Blanka. A Blanka megoldja. Sietünk vissza, csak kidobtok, aztán mentek is. Valaki nyomjon már egy reptét. Lobog a szél. Éppen a sírság. Idognak egyre, ölepe. Kármilyen zene. Repülni mindig szeretni. Minek elgettek én? Hát ez jó lett volna, azért benyomjuk. Hangulat zene, minden. Lobog a szélben, a szívszág. Sülognak egyre, jól lapák. Melyik oldalt van a reptéri bejáró? Én a kettőn szemben. Itt is van szemben. Ez az International Airport. De beparkolunk. Hát ez vagy pont nem a parkoló, de... De én megtehetem itt. Mégis egy kollégát hozunk a reptére. Na, kiemellek, jajtam a tolószékes beleraklom. Jaj, köszönöm szépen, aztán nektek meg jó munkát, siessetek vissza, nehogy aztán ott Blanka egyedül maradjon. Tessék, ölelés helyett most kapsz egy ilyet. Látod? Köszönöm szépen. Ezt tudom küldeni, ezt tudtam intézni. Köszönöm. Én miért nem tudok kiszállni? Azért, amit a tolószék. Basszatja! Én tudok egy ilyet. Na jó van, köszönöm szépen tényleg itt a fuvart, aztán hétfőn találkozunk, meg minden, addig te megvigyázz magadra, Reina, nehogy aztán itt a babócával baj legyen. Ha még egyszer meghallom, hogy lekövéreznek, akkor azt én csapom meg, már tényleg. Te is vigyázz magadra. Na, jók legyetek. Te is. Hey, ho, hello. Hello. Sziasztok. Jó gyújtási gyakorlatokat fent a buddhistáknál. Le a lépcsőn azzal. Hát figyelj! Más hely nincs! Bártálósba! Most ezt megvárom. Jaj! Jézusom! Áú! Jó Istenem! Na jó van. Innen akkor elköszönnék. Medi elrepül Dr. Chenghez, a világhíres fizikoterapeutához Hongkongba. Utána Tibetbe Fyodor szerzeteshez, aki meg fogja áldani a lábait.
és egy szent botért fogunk könyörögni. Köszönöm szépen mindenkinek a követést, a figyelmet, a biteket, akármit, illetve visszatekinthető lesz majd YouTube-on. Addig is mindenkinek puszi, csók és egyebek. Sziasztok! Hopp. Ezt nem itt terveztem amúgy. Tell the truth with your head ass. You would've thought she was a blood with all them red flags. All because I gave my love to you, I'm in dead last. I miss your presence, got no future, had a bad past. I can't hide it, the feelings were exciting, I'm righteous. You're thunder to my lightning, you're striking. Don't know if it's worth it, but I'm fighting. I can love you in the morning, I can love you when I'm morning. I can love you in the evening, I love you in the evening. I think about you when I'm dreaming. I can love you when the sky falls. When I think about us, I can never take my mind off. Baby, let me love you, let's go far away. Take a trip, we in Japan, we travel out of states. Fly to Vegas, we get married, let's plan our escape. Dinner dates, be shy, secret, this is a sacred place. Apply the pressure, stand on business, I can't run away. You my drug, I roll you up, I need a blunt a day. Lay your feet, just a pretty body, you ain't have to pay. I just wish that... Köszönöm a rédet! Jó, jó! El kell mindjárt ízzel úgyis megköszönni a ízét, a rédet. Ó, bocsi, 2 órára letoltam. De annyira nem.